Talán nehezen találnak olyan embert, aki nem ismeri a Biblia szójelentését. Ennek a több nyelvre lefordított könyvek könyvének keresztény hagyományainkban és kultúránkban fontos szerepe van. Nekünk is megadatott, hogy városunkba is eljusson az a vándorkiállítás, amely több nyelven és változatban mutatja be a Szentírást. Biblia na cestách, to je vlastně názov tej výstavy, ktorú... Úton a Biblia, ez a címe annak a kiállításnak, amely Komáromban is látható. Egy vándortárlatról van szó, amely már 8 év alatt az ország kisebb-nagyobb településén látogatható volt. A kiállításon több mint 240 könyvet, illetve kiállítási tárgyat mutatunk be. Sok régi kiadvány van itt, a legrégebbi 326 éves, de kortárs könyveket, valamint gyermekrészleget is felfedezhetünk. Gyermekeknek szánt bibliákat is. A könyvtár 7-es lakótelepi épületében olyan diákokra leltünk, akiket érdekel a Biblia. Zámer snad tento, že aby sme nezabudli na té naše korene, možno judaisticko-kresťanské, tak to by sa dalo povedať. Célunk, hogy ne hagyjuk elfeledni keresztény zsidó gyökerű kultúránkat. Természetes, hogy a Biblia, mint olyan, jelentős mértékben fejlesztette nyelvünket, beszédünket, erkölcsünket, törvényeinket is formálta, alakította. Olyan könyv a Biblia, melyről nem feledkezhetünk meg, és fontos felemlegetnünk a Bibliát jellemző érdekességeket. Bár régen íródott könyvről van szó, ma is időszerű. Táto výstava je súkromná iniciatíva. Knihy, ktoré tu máme, tak pochádzajú z takých troch zdrojov, by sa dalo povedať. A kiállítás egy magánkezdeményezés eredménye. Az itt felvonultatott könyvek három forrásból erednek. A régi könyvek zömét kölcsön kaptuk. Ezeket visszaszolgáltatjuk majd a tulajdonosoknak. Néhányat ajándékba kaptunk, néhányat pedig megvásároltunk. A 8 esztendővel ezelőtt létrejött polgári társulást a pozsonyi minisztériumban jegyezték be. És hogy mi módon teszünk szert anyagi támogatásra? Csupán én vagyok főállású alkalmazott, így hát nincs szükségünk nagyobb összegre a kiállításhoz, de azért találnunk kellett támogatókat, akik segítik ezt az ügyet. Én is vezetem, hol mindenütt járok, milyen kiadásaim vannak, hány ember tekintette meg a kiállítást, és így tovább, hogy támogatóink is tudják, van-e értelme támogatni ügyünket, vagy sem. Sponzori vedeli, že či investujú do vecí, ktorá má význam, alebo nie. Dá sa povedať, že na Slovensku stále ešte to povedomie o Biblii je... Elmondható, hogy a szlovákiai emberekben még élénken él a Biblia. Dicsérem a katekétákat, akik oktatják a gyermekeket. Persze vannak helyzetek, amikor a gyerekek, akik egy kicsit elbizonytalanodnak attól a környezettől, melyről semmit sem tudnak, de figyelmesen hallgatnak, sok újat tudnak meg. Van ilyen és van olyan osztály is, ám azt kérdezte, van-e érdeklődés? Igen, van, és örülök, hogy már az egész évre vonatkozóan van meghívásunk. Előre tudom, hogy melyik hónapban hova látogatok, és a tárlatra az iskolások is eljönnek. Takže každý mesiac viem, kde pôjdem, a sú tam dohodnuté aj tie návštevy školské.